Alba város önkormányzatának képviselőtestülete oktatásért, nevelésért díszoklevél kitüntetést alapított azzal a céllal, hogy elismerésben részesítse azokat a személyeket és közösségeket, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai és diákotthoni oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén, magasfokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű, hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásával és alkalmazásával. Alba város önkormányzatának képviselőtestülete Szabó Jenőné okleveles tanító részére az ifjúság oktatása, nevelése és a közösségi élet szervezése terén kifejtett több évtizedes odaadó tevékenysége elismeréseként oktatásért, nevelésért díszoklevél kitüntetést adományozott. Szabó Jenőné a győri tanítóképző befejezése után 1965-ben a Padlami iskolában kezdett tanítani, onnan is ment nyugdíjba 1999-ben. Az elmúlt évtizedekben pedagógus tevékenysége mellett óriási munkát vállalt és végzett Padrakút kulturális életében. Nagy elhivatottsággal szervezte, bonyolította le a helyi ifjúság kulturális és szabadidejének színvonalas programjait. Oktatta, nevelte az ifjúságot, mindemellett óriási munkát végzett Padrakút közművelítése, annak fejlesztése érdekében. Valódi népművelője, néptanítója a településnek. A Vöröskereszt munkájában is elismerést érdemlő a tevékenysége. Nyugdíjba vonulása óta is tevékenyen dolgozik a nyugdíjas klubban. Néprajzi pályázatot készít, énekversenyre készít fel, kulturális programok megalkotója. Munkáját számtalan kitüntetéssel ismerték el. Felkérem dr. Horváth József alpolgármester urat a kitüntetés átadására, és Szabó Jenőnét vegye át a kitüntetést. A következőkben a pedagógus szolgálati emlékére elismerés átadására kerül sor. A pedagógus szolgálati emlékérem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható egyik szakmai elismerés. Azoknak az óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása nevelése érdekében tevékenykedtek és kiemelkedő munkát végeztek. A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Felkérem Egyházi Andrát, a Pápai Tankerületi Központ igazgatóját a pedagógus szolgálati emlékérem elismerések átadására. Az Ajkai Borsos Miklós Általános Iskolából Toporné Kerék Ágota részesül elismerésben a több évtizeden át nyújtott magas szintű pedagógiai tevékenységének elismeréséért. Megkérem Toporné Kerék Ágotát az elismerés átvételére. Az Ajkai Blódi Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolából Németh Szvetlána nyugdíjba vonulása alkalmából a zeneoktatásban nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért, kiváló munkájáért, a gyerekekkel való emberséges bánásmódért, valamint a tehetséggondozás területén kifejtett magas szintű tevékenységéért részesül elismerésben. Megkérem Németh Szvetlánát az elismerés átvételére. A Fekete István Vörös Marti Mihály Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai közül Baricsné Mantin Mária a lelkiismeretes nevelő-oktató munkájáért részesül elismerésben. Baricsné Mantin Mária nyitott az új tanulási-tanítási technikák befogadására. Széles spektrumú, korszerű pedagógiai módszertani kultúrával rendelkező, innovatív személyiségű pedagógus. Megkérem Baricsné Mantin Máriát az elismerés átvételére. Gazda Ágota
felkészültsége, gyerekszeretete példaértékű. A pontos, lelkiismeretes munka iránti igénye tanulóival és önmagával szemben mindvégig alapelve volt, ezért is érdemes az elismerésre. Felkérem Gazda Árpottát az elismerés átvételére. Fontos volt, hogy a tanulók szorongását kudarctól való félelmén enyhítse. Szakmai tudásával, empatikus személyiségével segített tanítványainak megtalálni helyüket a közösségben, a világban, amiért szakmai elismerésre méltó pedagógus. Megkérem Lambert Gabriellát az elismerés átvételére. Kőszegi Valéria tanítói munkájában precíz, alapos, nevelőként humánus, empatikus. Szakmai tudásával, gyermekek iránti türelmével, környezetvédelem iránti elkötelezettségével kivívta a gyermekek szeretetét, a szülők, kollégák elismerését, tiszteletét, és vált érdemessé a szakmai elismerésre. Megkérem Tóthné Kőszegi Valériát az elismerés átvételére. Szalkai Teréz munkáját 40 éven keresztül a pedagógus pálya iránti elkötelezettség jellemezte. Hivatását mindig az igényesség, a lelkiismeretesség, a gyermekszeretet határozta meg, amiért pedagógus szolgálati emlékérem elismerésben részesül. Felkérem Szalkai Teréz az elismerés átvételére. Városőri német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola pedagógusai közül Kaukerné Horváth Gabriella részesül elismerésben, aki 35 éve tanítja a legkisebbeket, 33 éve aktív tagja Városőrt közösségének. Megbecsült, jó pedagógus. Tanítványai szeretik, tisztelik. A szülők bizalommal fordulnak felé. Az intézmény egyik jelentős motorja. Segíti, támogatja a fiatalabb kollégákat, példaértékű élete, munkája egyaránt. Megkérem Kaukerné Horváth Gabriellát az elismerés átvételére. A Városőri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Kislődi Rőti Mihály tagintézményéből Fülöp Zoltánné részesül pedagógus szolgálati emlékérem elismerésben. Fülöp Zoltánné több mint 38 éve az iskola dolgozója. Kiemelkedően végzett szakmai munka jellemzi, kapcsolata a gyerekekkel és szüleikkel is kiváló, megbecsült pedagógus. A község kulturális műsoraiban is részt vállal, jellemzi a töretlen és szabadatlan tenni akarás, folytonosság és megújulás, kitartásra buzdít, lelket önt a csüggedőkben. Segíti pedagógus kollégáit. Megkérem Fülöp Zoltánnét az elismerés átvételére. A Molnár Gábor óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és egységes gyógypedagógiai módszertani intézményből Gulyás Lajos részesül emlékérem elismerésben. Gulyás Lajos gépészmérnökként, majd műszaki tanárként 38 évet töltött a felnövekvő nemzedék nevelésével, oktatásával. Az értelmi fogyatékos tanulók társadalomba való integrálásának elősegítése céljából létrehozott speciális szakiskolában sikerrel tanította a fiatalokat a munka megbecsülésére, szeretetére, fontosságára. A sportban való tevékenysége kiemelkedő. Edzője a kétszeres olimpiai első helyezett padlóhoki csapatnak. Megkérem Gulyás Lajos az elismerés átvételére. Grünwald Zsuzsa óvónői képesítéssel kezdte pedagógusi munkáját 1973-ban,
majd 1991-től napközis nevelőként folytatta az Ajkai Molnár Gábor általános iskola és speciális szakiskolában. 1993-ban az intézmény újonnan alakuló fogyatékos gyermekeket nevelő óvodai csoportját vezette. 2006-ban tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógiai tanári végzettséget szerzett. Ekkortól kezdett a felső tagozaton tanítani. Pályafutása során tiszteletre, megbecsülésre, önfegyelemre tanította a diákokat, türelmével példát mutatott nekik a nehézségek leküzdésében. Amiért Grünwald Zsuzsa szakmai elismerésben részesül. Zsuzsa sajnos nem tudott megjelenni, gratulálunk neki, és majd később kapja meg a jutalmát. Pölcmanné Török Ibolya óvónőképzői végzettséggel 1977-ben kezdte pedagógusi tevékenységét, s nevelte, készítette fel a kisgyermekeket az iskola kezdésre. 1991-től az értelmi fogyatékos gyermekeket nevelő oktató az akkor még Molnár Gábor általános iskola nevű intézményben dolgozik. Kezdetben napközis nevelőként, néhány év elteltével már tanított az alsó tagozatban, majd osztályfőnökként is tevékenykedett. Pedagógusként alapos felkészülés, aprólékos kidolgozás és következetes megvalósítás jellemezte egész pályafutása során. Mindezek miatt méltó a szakmai elismerésre. Megkérem Pöcmanné Török Ibolyát az elismerés átvételére. Ajkaváros önkormányzata pedagógusnak alkalmából kiváló pedagógusi munkájáért elismerésben részesíti az ajkavárosi óvoda pedagógusai közül Bartók Gézáné, Lászlóné Remetei Angélát, felkérem dr. Horváth József alpolgármester urat és Utasi István elnök urat az elismerések átadására. Megkérem Bartók Gézánét, vegye át az elismerést, és Lászlóné Remetei Angélát. Elismerésben. Megkérem Orbán Lajosné, vegye át az elismerést. A Szent István Király Katolikus Általános Iskola elismerésben részesülő pedagógusa Gantner Marianna. Megkérem Gantner Mariannát, vegye át az elismerést. Gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, általános iskola, sportiskola és kollégium pedagógusai közül Udvardi Dénes és Törgyesi Attila részesül elismerésben. Felkérem Udvardi Dénes az elismerés átvételére és Törgyesi Attila. Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiumából Topor Lajos részesül elismerésben. Megkérem Topor Lajos Csabát. Az Alkai Borsos Miklós általános iskolából Horváth András Csaba részesül elismerésben. Felkérem Egyházi Andrea tankerületi igazgatóasszony és dr. Horváth József alpolgármester urat az elismerés átadására. És természetesen megkérem Horváth András Csabát, vegye át az elismerést. A Fekete István Vörösmarty Mihály általános iskola és gimnázium pedagógusai közül
Horvátné Mikulásko Mónika és Németné Horváth Andrea részesül elismerésben. Megkérem Horvátné Mikulásko Mónikát, vegye át az elismerést. És megkérem Németné Horváth Andreát az elismerés átvételére. Mária német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola pedagógusai közül Narancsik Imre részesül elismerésben. Felkérem Narancsik Imrét, vegye át az elismerés. Az Ajkai Bródi Imre gimnázium és alapfokú művészeti iskolából Jákliné Tilhoff Ágnes Katalin és Pörös Jánosné részesül elismerésben. Megkérem Jákliné Tilhoff Ágnes Katalin, vegye át az elismerést. Megkérem Vörös Jánosné, vegye át az elismerést. A Molnár Gábor óvoda, általános iskola, speciális szakiskola és egyből Gulyás Lajos részesül elismerésben. Megkérem Gulyás Lajost, vegye át az elismerést.